Havas tájra ébredt ma Vajdaság. Változékony időjárásunk lesz a héten sok felhővel, kevés napsütéssel és némi csapadékkal. Mondjuk a részleteket. A késő délutáni esti órákban hószálingózás, kisebb hózápor előfordulhat, de inkább esőre kell számítani. A nyugati, északnyugati szél többfelé megerősödhet. Az előttünk álló éjszakán a leghidegebb órákban mínusz 6 és mínusz 2 fokig hűl le a levegő. Szerdán nyugat, délnyugat felől megvastagszik a felhőzet, délelőtt ónos eső előfordulhat. Délután és este pedig többfelé eső, zápor hullhat. A déli szél többfelé élénk, néhol viharos lesz. A minimumok 1 fok körül alakulnak, akkor a délután 1 és 5 fok körüli hőmérséklet lesz. Csütörtökön egy napra jelentősen megenyhül az idő. Délután 13 fokra számíthatunk, estére sem hűl le a levegő túlságosan, 8 fokot mérhetünk majd. A tavaszias időnek pénteken egy markáns hidegfront vet véget. Felhős lesz az ég, napközben mindössze 2 fok körül alakul a hőmérséklet, estére 0 fokot mérhetünk. A hétvégén is marad a hideg idő. Szombaton napsütésre is számíthatunk, vasárnap ismét felhők tarkítják az eget. Éjjel mínusz 2 és mínusz 3 fokot, napközben pedig 0 és mínusz 2 fokot mérhetünk. A régióban változékony lesz az időjárás. A térképen is látszik, hogy a városok nagy részén leginkább napos és felhős időjárásra számíthatunk. Esőre Szegeden és Ljubljanában kell számítani, Budapestre pedig leszállhat a köd. A legmelegebb Podgoricában lesz. Napközben a hőmérő higanyszála elérheti a 11 fokot is. Kolozsváron lesz a leghidegebb órákban 0 fokot mérhetünk.